22 országba került a 42 olimpiai volt az isztambuli szőnyegekről a birkózó világbajnokságon. A magyarok kettőt szereztek, a sportág nem repesett az örömtől, óriási a konkurencia is, de ne feledkezzünk meg egyetlen érmesünkről, az ezüstöt fogó Sastin Mariannáról, aki itt a stúdióban, is eljött vele Bőle Rákos is, a női birkózó válogatott edzője. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Hát először is gratulálok, ti voltatok a legjobbak a magyarok közül. Amikor utaztatok Marian, akkor gondoltál arra, hogy te leszel bőségesen a legfényesebb magyar? Hát ez, hogy én leszek a legeredményesebb, ez így nem fordult meg a fejemben, az az igen, hogy én azért megyek, hogy érmet nyerjek, de ez, hogy én leszek a az legeredményesebb, azért ez nem. Hogy sikerült neked ez az ezüstérem maximálisan elégedett vagy vele? Én igen, azt kell mondjam, hogy igen, mert én úgy érzem, hogy a maximumot kihoztam magamból, és a döntőbe is megpróbáltam nyerni. Én úgy mentem fel, hogy győztesként szeretném elhagyni a szőnyeget, azonban sajnos nem sikerült, és szerintem nincs okom szomorkodni. Mit gondolsz a címvédő japán versenyzőtől, akivel döntőztél, tőle milyen távolságra vagy? Hát egyenlőre még messze. Messze? De azért van rá egy évünk, hogy az olimpiáig felkészülünk arra, hogy ne legyünk messze ez belátható lesz ez a távolság, és lecsökkenthető az olimpiáig? Hát mindenféleképpen belátható távolságon belül van szerintem. Igazából a legnagyobb probléma az, hogy itt Magyarországon nincs olyan versenyző vagy edzőpartner, akivel az ő stílusukat modellezni tudnánk. Mármint, hogy az ellenfél stílusát? Igen, a japánok, kínaiak, tehát ezek az ázsiai versenyzők stílusát. Azt lehet mondani, hogy nektek, a nőknél, Mariannának ezek az ázsiai versenyzők a, a legkomolyabb vetétársai. Hát van még azért mellette bőven, de hát jelen helyzetben úgy néz ki, hogy ugye egyedül európai szerzett kótát és csak ázsiai versenyző állt a dobogon. Minek tulajdonítod te az ő ilyen kiemelkedő eredményét? Mi az ő erőssége? Hát nagyon magabiztos és igazából... Az ázsiai a... tengerben. Ja, hát... Ő teljesen más stílus birkózik, mint mondjuk az ázsiaiak, egy olyan stílust, amit nem nagyon szeretnek. Tehát ő inkább kötött fogású elemekkel dolgozik, igaz, most már néha beletesz néhány szabad fogásút is, tehát ezzel szépen lassan haladunk előre. Erőszakosabban kell csinálni azt, amit csinál, és akkor meg lehetnek ezek az ázsiaiak is. Az erőszakosság a kulcs. Mostantól a felkészülésbe azt gondolod? Hát a, a kierőszakolt megfogásokat, azokat minél precízebben kell végrehajtani, aztán onnantól kezdve már lehetőség van dobásokra, az, hogy az ellenfelet lefogjuk és ne tudjon támadni, mert igazából az ázsiaiak ezek tempóból birkóznak, érintő távolságból, amit itthon nagyon gyakorolni nem tudunk. Milyen a megoldás, Marianna? Hát Na mondjuk vesz, nyilván nem az, hogy veszel egy Tokiói repülőjegyet, de, de, de az, sajnos az de. Ez, ez. Ott, ott kéne gyakorolni? Igen. Uh -huh. Kaptunk rá ígéretet, hogy kimeltünk, de hát ez még távlat. Gondolom, gyakor... ezt még azért le kell tárgyalni, hogy hogyan, miként. Tehát azért. a fejlődésnek az volna a kulcsa, hogy hosszabb ideig edzőtáborozni? Hát mindenféleképpen külföldön kell edzőtáboroznunk, hiszen itthon négy, öt, hat olyan versenyző van, akivel tényleg tudunk dolgozni, illetve majd most a fiataloktól azért jönnek föl jó páran, akik idén elég szép eredményeket értek el a korosztályos világversenyeken. De hát az kéne a lányoknál, hogy megfogni a bőröndöt, kiutazni Amerikába, Kanadába, Oroszországba, át Mongóliába, Kínába, Japánba. Csapó Gábor az előbb erről beszélt. Bizony, amit tapasztalatot össze kell szedni, azt, Igen. azt meg kell próbálni ott, ahol azt jól tudják, és aztán hazajönni. Igen. Igen. Ákos, mennyi, mekkora potenciál van ebbe a magyar női birkózásban? Hát most, ha végignézünk az isztambuli eredményeken, akkor azt látjuk, hogy a mozdony most már a női birkózás. Ez egyre inkább így lehet? Hát, nem tudom. Igazából kötött fogású csapatunk nagyon erős, szerintem a szabad fogású csapat is nagyon jó. Az, hogy most kevésbé jött ki nekik a lépés, az csak egy dolog. De annak nagyon örülök, hogy a, a női birkózás az évről évre falakat dönt le maga előtt. Tehát gondoljunk az idei évre, ahol lett egy kadettvilágbajnokunk, tavaly évben junior, kadett Európa bajnokunk, akkor. Olimpiai súlyban végre lett egy világbajnoki érmünk, tehát ezek, ezek szépen lassan dőlnek le, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a, a fiataloké lesz majd a jövő, de, de kell még dolgozni bőven. Marian, akkor neked úttörőnek kell lenni, nem? Hát szerintem már most is az vagyok, úgyhogy. Én Ennek nem. minden nehézségével. Igen, együtt, igen, nem? így van. London? Még messze van. Készülünk, edzünk. El kell jutni odaig sérülésmentesen, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy ez egy elég sérülékeny sportág. E tekintetben a te adottságaid? Hát sérülésben? Az abban, hogy az én térdem nagyon rossz, és e, igazából erre kell figyelni, hogy a térdem kibírja addig. De Londonban nem lehet más célod ezután, ez is után, mint a finálé. Szerintem mindenki győzni megy egy olimpiára. Ez így van. Egyértelmű, csak vannak olyanok, akik lehet, hogy hiúábrándokat ábrándokat kergetnek. Marian, semmiképpen sem látszik ez a VB eredmény. Nem, semmiféleképpen sem. Ő minden világversenyre úgy megy ki, hogy nyerni akar, mert ha nem azt tűzzük ki, hogy nyerni akarunk, akkor nem lesz belőle érem. Ha csak azt tűzzük ki, hogy érmes akarok lenni, akkor esetleg ötödik lesz. Ha azt tűzzük ki, hogy ötödik akar lenni, akkor nyilván kiesik. Tehát csak úgy lehet kimenni, hogy nyerni akarunk. No, hát akkor még egyszer gratulálok. Köszönöm köszön szépen, köszön hogy itt szépen. voltatok. Jó felkészülést, és köszön. sok utazást ezek szerint. Hát igen. bízunk benne. Pénzt meg támogatást a sok utazáshoz. Köszönöm, hogy itt köszön voltatok. Köszönjük.